Kedves nézőink, a következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szerinti bírája fog megítélni. Őt kínzó vallatás alá vetjük, mi pedig mindannyian gyűjjünk a nagy terembe, hogy igazság tétessen. Homicidio lesz duálló. Hamis pénzt is vertem.
Secondo, adulterator monetarum. A rámbízott várat elárulta. Tertio, crimen traditorum. Az első feleségem még élt, mikor másodikat vettem. Quarto, trigámia. Egyediket is. Ötödiket. Trigámia, poligámia. Meg is öltem az elsőt. Sexto, uxoricidium. Mit kell még bevallanom, nagyuram? A vádlott Isten és ítélőszékünk előtt elismerte, hogy sokféle bűn terheli a lelkét, amelyek egy részét nyilvános helyén cselekedte, ott, ahol a közbiztonság különösen fontos, és amelyen nyilvánvaló tanúságát adta megrögzöttségének. Uralkodóját gonoszul becsapta, gyermekeit és igaz barátait szidalom és gúny céltáblájává tette. Az egész keresztény közösséget mélyen felháborította. Hivatalomnál, hatalmamnál fogva, azzal vádolom, hogy szégyentelen, megrögzött gyilkos, tolvaj, haramia, esküszegő és parázna házasságtörő, aki mind testben, mind lélekben vétkezett. Erre mutat minden beszerzett irat és a vádlott önkép és szabadon tett vallomása is, mert bűntörvény székünk és a két esküt jelenlétében tett. Mielőtt azonban törvényeink igazságos büntetése lesújt rá, megkérdezem a jelenlevőket. Van-e valaki, aki tudja, látta, vagy hallotta, hogy a vádlott ezen helyiségbeli, vagy akár más egyéb embereknek, vagy gyermekeknek, vagy barmoknak gonosz cselekedeteivel ártott? Ha van ilyen személy, itt és most bíróságunk előtt tegyen vallomást. Vallomást kívánok tenni! A jelentkező asszony személy meghallgatására a tanúk padján kerül sor. A tanú neve és állapota. Nemes Krisztina Hajadon. Jelen idő szerint Balanya János uram háza népéhez tartozom, mint komorna. Vallja meg igaz lelkére a tanú. Tudja, látta, hallotta, hogy a nevedett Szávai Esvány vádlott minő olyan kárhozatos cselekedetekben bűnös, amelyekről bíróságunknak nincs tudomása. Ismeri a tanúja jelenlő személy? Ismerem jól. Mert tavalyi évben pünkölt utáni vasárnapon, mikor az uram egész házanépével misére ment, az előttem álló személy harmadmagával együtt bejött uram házába, ahol akkor egyedül voltam. Kést vettek elő, és azt mondták, mutasd meg, hol tartja gazdád az ezüst marháit. Mire én feleltem? Nem mutatom én meg. Velük veszekedve, és magamat nem engedve, erővel elfogtak, és háromszor a kútba mártottak. Majd megkérdezték, előadod-e? Mondtam, én nem adom. Bizonyos egyéb gyalázatot is cselekedtek volna, de az utcáról zaj hallatszott. Erre elszeleltek. Erre az itt álló személy torkomhoz kés fogott, és így szólott. Ha elmondod, mi megtudjuk, és minden csontjaidat összetörjük. Aztán elmentek, és magamat ott hagytak, halálra váltam. Lelked üdvösségére mered ezt állítani? Lelkem üdvösségére merem mondani, és halálom órájáig mondom is, mert ezek mind így voltak, és így történtek. Lesz két fajta. Külön Maléciákban védkes, mert egy némely ezüstmarhákat erőszakkal a királyi kívántatott. Bűnei közé helyezte a latrocíniumot is. Proceptimo. A tanú meghallgattatott. És ünnepélyes estük téve a bíróság elől elbocsáttatik. Bizonyságot nyert tehát, hogy a vádlott bűnei számosak és nagyok. A bíróság ez alapján hozza meg ítéletét. Városunk tiszteletre méltó tanácsának tagjai
elöljáróink, a jelenlevő Szávai Esvány, nagyon szeretett felséges királyunk, visegrádi palota őrségének tagját, azzal vádoljuk, hogy kárhozatos és undok cselekedeteivel esztendeit felülhaló gonoszságból vétkezett a becsület ellen. Megszegte hűbéli esküjét és a király békéjét. Több atyafiára szentségtelen kezet emelt, fegyverrel életük ellen tört. Nem különben feleséggyilkos, házasságtörő és erőszaktevő. Továbbá hamis pénzt vert és használt. Továbbá saját ura várának család elárulója. Továbbá idegen dúlók, zsoldosok és rablók vezére. Továbbá templomfosztogató és szentségtörő. Szégyentelen, megrögzött, többszörös tolvaj, akinek megjobbulására nemigen van remény. Szívében a gonoszság örökre fészketve. Törvényeink és szokásaink szerint az ilyeneket fűben járó ítélettel kell sújtani és büntetni. A tolvajokat felakasztani, a rablókat karóba húzni, vagy kerékbe törni. A többieket pedig lenyagazni, tudniillik, amint megérdemlik. Mivel azonban nevezett Szávai Esvány, királyunk seregében harcolván, Itáliában és másút sok jó szolgálatot tett a koronának, bűntörvényi székünk úgy határozott, hogy puszta irgalomból megkegyelmezünk a szegény bűnösnek. Ahelyett, hogy tűzzel emésztenénk el, avagy tagjainak megtöretése által végeznénk ki, gyilkosságért romohint homicidó, adassék a hóhér kezébe, aki őt a büntető helyre kivivén, a nyakvágónál az igazság kardja által végeztessék el élete és üstüttessék el feje, hogy meghalljon és ott pusztuljon mások példájára és okulására. Undok vétkei miatt ez szerencsétlent, becsületes temetésre érdemtelennek nyilvánítjuk. Teste temetessék el a vesztőhely alatt. Fejét tűzzék ki a bástyafokra, hogy a levegő madarait táplálja. Így tűnjön el a földi világból. Fekvő jószágai és birtokai boboztassanak el, azonban ez a büntetés ne érintse a rokonságának javait. Deliberátum határoztatott. János, visegrádi bíró, több hites férfiakkal együtt, Visegrádon az úr 1358. évében. Uram, kegyelmez neki, szegény megtévejedetnek. Istennél a kegyelem. Jó, Uda! Mi dolgodik? Megvenném a pálca egy alapját. És azt minek neked? Azt mondják, ha felakasztom az ajtók felé, elődi az incugosokat, a szucugosokat és a rossz szellemeket a házból. Ezt én is így hallottam, de a pió mennek útja. Két dinár, kérek. Hóhérok, készüljetek, álljon össze a meret! Várjon még egy percet. Mi kéne? Ha lefejezték, és eltemették a latót, akkor szeretném megszerezni a nyelvét, vagy a mutató ujját. És az minek neked? Úgy hallottam, hogy ha a mutató ujját, vagy a nyelvét éjfélkor elégetem, és a hamut beleszólom a borba, majd ezt megiszom, akkor az jót tesz a fogaknak, illetve a betegséget ellen is jót tesz. Remélem, ebben nincsen semmilyen praktika. Nincs hát. A tudva levő, hogyha egy akasztott embert, különösen, hogyha szombaton akasztották, a nyelvét felhasználjuk, az az ördögvízésre alkalmas. De vajon egy akasztott embernél is ugyanez a helyzet, egy fejezett embernél is ugyanez a helyzete. Legyen ott holnap este a kivégzés helyszínén, és 20 dinárt kérek, de meg ne tudja senki. Úgy lesz. Holnap este ott leszek.
Genshinehorn! Visegrád város jámbor népe, Szávai Esvány, gonosztevő, aki embertelenségre vetemedett, jól megérdemelt büntetésül, másoknak figyelmeztetésül, elrettentésül és okulásul, hóhér által lefejeztetik a város vesztőhelyén a mai napon napszálltakor. Ti, akik nem akarjátok, világ csúfjára, a néptől megvetettem, barátaitoktól megtagadva, hóhírok által vonszolva bevégezni életeteket. Úgy vigyázzatok, és úgy cselekedjetek, hogy boldogan, nyugodt lélekkel, jámbor keresztényként jussatok Isten színe elé. A jelenlévő elfogott Szávai Esvány palota őrt, aki hűbéri esküjét megszegve, gyilkosságot követett el királyi szolgálatban álló személy ellen, és ezen felül is számos álnok cselekedett terheli a lelkét, amely súlyos bűnökkel eljátszotta az életét. Pallossal való lenyakazásra, hóhér általi eltemettetésre, fejének közszemlére tételére ítéltettek. A gonosztevők kivégzése előtt a vesztőhelyen nyilvánosan kihirdettetik. Amennyiben az ítélet végrehajtás során a pallos rosszul sújtana, senki nem erészeljen testi fenyítés, pénzbüntetés vagy halálra ítélés terhe mellett a bakóra, annak segédeire, még kevésbé az elítéltre, vagy a törvény embereire kezet emelni, ne talán zendülést szítani. Nem különben, ha a harmadik pallos vágás után a lator még él, illetve ha bármely jelenlévő nőszemély ordas babonaságból kinyilvánítja azon szándékát, hogy feleségül megy az elítélthez, hogy így mentse meg annak életét, azt parancsoljuk, hogy a meghozott halálos ítéletet tekintet nélkül mindezekre hajtassék végre a gonosztevőn. Így ítélt e felől a mi bölcs és nagyon igazságos szeretett bíró urunk, Isten irgalmazzon szegény bűnös lelkének. Nomi Patris, et Filii, Spiritus Sancti, et Spiritu Pace, Amen. Tisztelt látogatóim, mindenki láthatta, hogy igazságtétetett, király igazsága. Így jutottunk el a műsor címén, ugye a bűnelkövetéstől a megtorlásig. Végére pár szóban némi magyarázat azzal a felhívással kapcsolatban, ami elhangzott. Ugye nagyon gyakran szokás volt az, hogy amikor a hatóság kikötötte azt, hogy nem lehet a hatóság embereire támadni, hiszen ezek a nyilvános kivégzések, hogyha rosszul sikerültek, hogyha indokatlan szenvedést okoztak az elítéltnek, akkor nagyon gyakran
pillanatokon belül a tömeg szimpátiáért belítélt mellé állt, megtámadták a hóhérokat, ugye ez akkor fordult elő, különösen, hogyha a hóhér ügyetlen volt, és ilyenkor gyakran előfordultak, gyakorlatilag tüntetésekbe és zavargásokba forduló hát, cselekmények is. 14. század végén Lübeckben egy rosszul sikerült kivégzés során 5 hóhért vertek agyon, és egyszerűen a más babonás szokások is fűződtek ehhez. Például, hogyha mágiát nem sikerült meggyújtani, vagy elerett az esőet, és nagyon gyakran isteni jelenek érték, meg kell kímélni az illetőnek az életét. Illetve szokás volt ez is, hogyha a többszöri csapás után nem sikerült megölni az elítéletet, akkor előfordult, hogy hát kegyelmet kaphatott, illetve előfordult az is, hogy valóban a jelenlevők közül valaki felajánlotta a feleségül meghozzák, de elvileg megmentette az életét, de mivel a hatóság rájött arra, hogy ezek gyakran előre, hogy is mondjam, lejátszott ügyletek voltak, ezért ezt az eljárás rendből ezeket kiiktatták és nem engedélyezték. Hogy így érthető az, amit most láttunk, illetve így érthető az, hogy ugye miért tűzik ki Kösszelmére a fejet, ugye ezt beszéltünk már róla, hogy a megtorlás elsősorban az elrettentés céljából, másrészt egy halmozati büntetésként a megalázás is szolgálta, és így tétetett igazság az élet és a halál után. Úgyhogy ennyi lett volna a mai műsorunk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Még mielőtt végképp leszáll az este és merekesszük, kérem fogadják szeretettel Tóbisz Tinelli Tamás verséneklői zeneszerző előadásában néhány művet. Köszönöm szépen! Sok té mond a beszéd, sok Szófia támad. Rossz jelek és hírek adván neki lábat. Eloszlatni sergét falu, város szerte, sűrű halálhírtől a király nem merte. Csak tartja rakáson tábori életben, ott a kolostornál messze kerületben. Majd a sereg elszórt tüzei láttára, nyakba vevőt olcsót teríte magára, lehaladt a lépcsőn ki is a mezőre, közrendű vitéznek nézte saját őre. Ottan egyik tűztől a másikhoz átcsap, árnyékban, hol az éj összebúvik, s bátrabb, itallal is olykor tegezve kínálják, senki nem ösmervén magyarok királyát. Király asszony kertje, kivirulj hajnalra, fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány barna. Király asszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj be szeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százért, menj haragszom, nem szégyellet, félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba, szép virágok, teli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögni nem tud, nem tud imádkozni, olvasóját honfeledé kimegyen elhozni. Heregy fiam Klára, hamar édes lányom, megtalálod a térdeplőn, ha nem a díványon. Vártuk a magyarnak, most jön fel a napja, hát csak olasz ez is, mint éppen az apja. Felkerül az eset a Felicijáné, s a lófarkon hurcolt ártatlan leányé. Kobzos is rápendít egy szomorú darra, királyasszony kertje kivirul hajnalra. Ide írom, ám bár régi kopott nóta, tudja fiatal vén,
20 esztendő óta. Zácsnádor ebédnél palotába ronta, amért a királyné leányát ifjonta. Átaladá öccse húja szerelmének, így tartja felőle a hegedűs ének. Kard rántva rohant, a gyermekinek érte, de csak a királyné jobb ujjait érte. Zácsot ezért őrök, ott helybe levágák, aztán negyedízik minden rokonságát. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, harsog bele hangja, mint valamennyi szájnak. Azután megvirrad, kezdik a marégit, de Lajos ennek már nem várja be végit. Hazatér bosszúsan, hagyja ki parancsba, hogy térdig a kobzost verjék neki vasba. Régi barát tömlött, fenekére vessék, úgy sérti ez anyám megújult kisebbség. Kobzos a királynak, ada ilyen választ, hogy kegyelmet gyerjen, sose hitte már azt. De Lajost ingerli ez a fásult mentség. Nagy bűn lehet itt, vagy nagy szerencsétlenség. Szóla tehát hozzá újra szelidebben, ki vagy ifjú, mondd el, rövid feleletben. Bújdosol egy bűnért, nekem azt vallottad. Mi az, add elő most, ha érted irattad. Bizalommal kobzos, emeli királyra, szép nagy kék szemeit, könyv pereg arcára. Szép nagy kék szemeit, könyv pereg arcára, s hajtva le a földig összecsukló térdét. Honnan alázattal így kezdi beszédét. Barkóc volt az atyám fel Magyarországon, Barkóc faluban, hol megnyíl a világon. Zácsnak egyik húgát bírt a feleségül, ezért hal a szörnyet, ha nem ezt majd végül. Zácssal együtt atyám, míg Zács vele tartott, Mátyus uram mellett forgat vala kardot. Egy kolos ellenben ura szomszéd várnak, vala hívek Károly néhai királynak. Harcban a két kastély állt valahát mindig, de hogy atyám megtért, Záccsal tudni illik. Kolos a házunkat bántani nem merte, régi bosszúságát oda-haza nyelte. Egy este Kolosnak az egész vár néve, törelések porral hidunknak elébe. Felvonatál jókor az atyám és kérdi, nyílt harccal a békét, hogy mi okon sérti. Aki bezács vér nincs, az örüljön, éljen, de kibe egy csöpp van, folyjon el kardélem. Kiált Kolos írást mutogatva messze, hogy király nevében atyám beeressze. Futott is anyám, de visszafutott arra, hol urát meglelte, s hat szép fiát halva. Mi pedig a kerten, nem látva, nem űzve, szaladánk, emlékszem a szép piros tűzre. Ez régi bűnöm, csak kegyelemért esdem. Büntesse Kolost a bosszú álló Isten. Birtokom elvette, családfám kivágta, fogja meg a Barkóc név örökös átka. Sóhajtva király szól, most is ez a régi. Állj fel, de tovább nem magyarázta néki. Birtokod elvette, nem Kolos a törvény,
de kegyelmet adok, védked el törölvén. Birtokodat már más jó hiszemű bírja, ki neved faludról levelemet írja. De ne félj, csak hűnek lássalak irántam. Melfi nevet s címet már neked is szántam. Kimened azonban, szólt még a deáknak. Írjatok az érsek Telegdi csanádnak. Hirdessen országul királyi kegyelmet. Valakik bűnhődtek Felicián mellett, hogy ne legyen többé, mire hazaérek. Emiatt elzülve sehol is egy lélek. Törvényt is az ország olyat javasoljon, hogy apáért többé gyermek ne lakoljon.